kettő, egy. Vannak dolgok, amelyeket nem lehet előre tervezni, a sors kifürkészhetetlenségének következményei, s olykor mindenki számára pozitív a végkifejlet. Egy kajdacsi félnapos országos lefedettségű körverseny az ad abszurdum kategóriába tartozott, addig, amíg Stey Gábor szekszárdi kerékpáros ese vezetője nem vette a fáradtságot és elkezdett szörfözni a világhálón a sportági adottságokkal bíró Tolna megyei települések között. Olvasva a térképről, hol lehetne zavartalanul remek környezetben jó minőségű, körpályaszerű útszakasszal rendelkező kisebb-nagyobb településen egy új, pörgős, fél nap alatt lezajló országúti versenyt rendezni a mai meglehetősen versenyszegény időszakban. Magyarországon nagyon ritkák mostanában a kerékpárversenyek. Biztos, hogy ez a vírushelyzet is nagyon sok szervezőnek keresztbe tett. És ugye látva azt, hogy mindenki lemondja a rendezvényeket, ezért jött a fejembe az ötlet, hogy akkor kellene egy gyorsan döntő testületet találnunk, akik támogatják és mellénk állnak, és lehetőség szerint szakmailag is egy olyan körpályát keresni, ami megfelel az országúti szakágnak, tehát ez nem kritériumverseny, hanem ez egy mezőnyverseny, országúti jellege, véghajrával. Egy polgármester számára nincs is nagyobb öröm, amikor megjelenik nálunk egy kisebb csapat, 2-3 fő, mennek egy kört a faluba kerékpárral, és azt mondják, hogy polgármester úr, szeretnénk itt önöknél rendezni egy versenyt, mert nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon tetszik a környezet, nagyon-nagyon tetszik a falu. Ez az utolsó kanyar ugye a célegyenesre ráfordulva 200 méterre a célvonaltól visszafelé, az egy abszolút nullára leállunk, és akkor onnan megindulunk. Ez egyébként egy kőkemény erőpróba mindenkinek, mert azért a tizedik kör után már megindulgatva, ugye itt a sportpálya mellett van egy dombocska is, ami így át első ránézésre, hogy áthaladunk rajta, de megint csak azt mondom, hogy azért a 30. kilométer után már nehéz tud lenni. Egyébként meg azt mondom, hogy ez egy lendületpálya, tehát fékezni gyakorlatilag ezen az egy helyen kell, ahol itt a célegyenestre visszajövünk. Hogy mennyire hiányzik az ilyenkor megszokott folyamatos versenyzési lehetőség, arra jó példa az első hívószóra néhány hián 100 kerékpáros nevezett be a kajdacsi országos meghívásos versenyre. Egy sajátos kritérium versenyekre hajazó, de alapvetően mégis országúti verseny zajlott, a legkisebbeknél 15 kilométeren, az idősebbeknél ennek többszörösén. Az U13-asok ötkörös versenyét egy soproni, még csak 12 éves fiatal nyerte, aki eddig nem az országúton, hanem a hegyi kerékpárban jeleskedett. Hát igazából, hogy elejétől már teljesen nyomni kell, általában fölfelével kezdődik, fölmegyünk utána le, föl-le, lefelé vannak ugratók, sziklakertek. A országúton nagyon jól lehet állóképességet szerezni, és ez szerintem segít abban, hogy jól legyen az állóképességem. Az U15-ös korosztályban a szekszárdi kerékpáros ese országos szinten jegyzett élversenyzője, aki már remek eredményekkel nyitotta az évet, természetesen Kis Zsombor is ott volt a rajtnál. A dobogó ez most már cél, mindegyik versenyen. Kis Zsombor, noha a kritérium szerű, ilyen sajátos verseny nem kifejezetten az ő műfaja, most is felállhatott a dobogóra, nem kis csatát vívott az előtte végzőkkel a verseny hajrájába. Már a verseny elején, amikor elkezdtük, akkor már a rajt után nagy menés volt, itt 46-tal mentünk az első egyenesbe, amíg utol nem értük az U13-asokat, de utána hogy már lassabban mentünk. Voltak próbálkozások, akik elpróbáltak, de nagyon senkinek nem sikerült. A utolsó körbe megpróbáltam itt az utolsó előtti kanyarba elmenni, de aztán utolértek. Majd legközelebb más taktikát választ, persze egy ilyen versenyen a bronzérem is értékes számára. Egy-két ember nem volt itt, akik ugyanígy az élmezőnyben vannak. Jövőre is jössz erre versenyre, ha lehet? Hát ha lesz, akkor jövök, igen. A kajdacsiakon biztosan nem fog múlni, a rendező szekszárdi kerékpáros ese pedig már ezen verseny továbbfejlesztésén gondolkozik, igazodva az itteni bizonyos szempontból behatárolt adottságokhoz, lehetőségekhez.